nyugdíjkiegészítést fizet a kormány a szépkorúaknak. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy novemberben átlagosan közel fél havi nyugdíjjal többet kapnak az érintettek. Gondosóra program. Térítésmentes jóléti szolgáltatás a 65. életévüket betöltött személyek számára, melynek célja, hogy szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérési szándékukat az érintettek. Szupermenta program. 100 termék körteljes körű vizsgálatát végezték el a Nébik szakemberei. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente Televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. Szeptember 28-án Orbán Viktor miniszterelnök az Idősek Világnapja kapcsán közzétett videójában jelentette be, hogy az arra jogosultaknak nyugdíjkiegészítést fizet a kormány. Mivel idén az infláció magasabb volt a vártnál, ezen a módon tudják csak megőrizni az öregségi juttatások értékét. A vonatkozó rendelkezés értelmében novemberben a postások az érintetteknek átlagosan közel fél havi nyugdíjjal többet visznek majd ki. Vasárnap lesz az Idősek Világnapja, tisztelettel köszöntöm a magyar nyugdíjasokat. A kormány tegnap ülésén fontos döntést hoztunk. Még 2010-ben megállapodtunk, hogy a nemzeti kormány megőrzi a nyugdíjak értékét. Garanciát vállaltunk, nem fordulhat többé elő az, ami a Gyurcsány korszakban történt, hogy elvettek egy havi nyugdíjat a nyugdíjasoktól. Ezért a nyugdíjak értékét minden évben megőriztük. Ha jól ment az ország szekere, még nyugdíjprémiumot is tudtunk fizetni. Olyan országot szeretnénk, ahol együtt sírunk, együtt nevetünk. Ezt a vállalásunkat a Covid-járvány és most az ukrán háború idején is teljesíteni tudjuk. Az idei évben az infláció magasabb volt a vártnál, ezért csak úgy tudjuk megőrizni a nyugdíjak értékét, ha nyugdíj kiegészítést fizetünk. Ezért novemberben átlagosan közel fél havi nyugdíjjal többet visz majd a postás. Pontos elszámolás, hosszú barátság, a nyugdíjasok számíthatnak ránk. Országos lefedettségű diszpécser szolgáltatással ellátott jóléti szolgáltatást hívott életre Magyarország kormánya a szépkorú állampolgárok számára. A gondosóra elnevezésű program célja, hogy a 65 év feletti személyek szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérési szándékukat. A készülék igénylése térítésmentes, ehhez csak regisztráció szükséges a www.gondosora.hu honlapon. A témával kapcsolatban bővebb tájékoztatást Cibik Norbert, operatív igazgató adott. Magyarország kormánya életre hívta a gondosóra programot, melynek célja, hogy a 65 év feletti személyek egy olyan jóléti szolgáltatásban részesüljenek, ahol szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérési szándékukat. A készülékhez, amely országos lefedettségű, távfelügyeleti és diszpécser szolgáltatás is kapcsolódik. Feladata, hogy a szépkorúak egyszerűen kapcsolatba léphessenek szakképzett munkatársakkal, akik azonnali segítséget nyújtanak felmerülő problémák esetén. Mindemellett a jelzőrendszer használata gyors és egyszerű. Ez maga a közvetlen eszköz, és akkor ehhez tartozik egyrészt egy karpánt, amelyel karon tudjuk hordani, és van egy nyakpánt, amely anyagban tudjuk hordani, hogy hogyan működik. Ez egy kétirányú kommunikációra alkalmas eszköz. Ebben egy SIM-kártya található. Azt teszi lehetővé a működését. Található rajta egy főgomb, ez a sárga gomb, amelynek megnyomásával lehet a diszpécser központot elérni. De úgy segít, hogy egy 0-24 órában és a hét minden napján működő diszpécser szolgáltatás van mögötte. Tehát ez egy, nevezzük úgy, hogy segélyhívó eszköz, amelynek használatával a diszpécser központot el tudja érni a felhasználó, és a diszpécser pedig meg fogja tenni azokat a lépéseket, amelyeket ott saját megítélése szerint a legjobban tud használni vagy alkalmazni. A program az éjjel-nappal elérhető központ munkatársai mellett kontaktszemélyeken keresztül nyújt segítséget. Cibik Norbert elmondta, javasolt olyan családtagot vagy hozzátartozót megadni a gondosóra viselőjének, aki lehetőség szerint közel lakik az eszköz tulajdonosához. Mivel a szerkezet kétirányú kommunikációra alkalmas, így a zárt rendszeren belül a készülékről csak a diszpécser központba lehet jelzést indítani, illetve a felhasználót is csak a szakemberek tudják ezen keresztül visszahívni. Nagyon széles körű
a magának a szolgáltatásnak az igénybevételi lehetősége. Tehát mondhatnám azt is, hogy nincs igazából nagyon bekorlátozva, hogy mire lehet használni. Mondok azért így példákat, hogy az elmúlt időszakban melyek azok a nem is tudom, kiemelkedő események vagy élethelyzetek, amelyekkel találkoztunk. És akkor így mindig nagyon széles repertoár. Sok embernek van averziója azzal kapcsolatban, hogy használni merje egyáltalán bármire is. Tegyük föl, hogy az óra viselője a boltból nagy bevásárlás után megy hazafelé, meghúzta a derekát közel az ingatlanához, ilyen esetekben is, de mondom a szélsőséges példákat. A jó múltkor történt, hogy az egyik felhasználó sebeskörösen horgászott, beleesett a vízbe, még éppen meg tudott kapaszkodni egy faágba, a kezén volt az óra, amit majd mondok későbbiekben, hogy ez vízütésálló, porálló, és ennek a készüléknek a segítségével jelzett a diszpécser központnak, akik küldtek segítséget. A gondos óra programba minden 65. életévét betöltött személy díjmentesen jelentkezhet. A honlapon történő regisztrációt követően pár héten belül kiszállításra kerül a jelzőberendezés. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal által 2014-ben életre hívott Supermenta program célja számos termékkör teljes körű vizsgálata. Immáron 100 különböző portékát vizsgáltak a szakemberek, mely vizsgálatok középpontjában most is az élelmiszer minőség állt. Az ellenőrzések alkalmával többféle szempont alapján állították össze a tesztelni kívánt termékek listáját. Ilyenek többek között a fogyasztási cikk szezonalitása, a népszerűsége, illetve a mindig változó vásárlói igény. A Supermenta, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 2014-ben életre hívott termékteszt programja. Egyediségét egy komplex vizsgálati rendszer adja, amely magába foglalja a NÉBI laboratóriumban vezetett méréseket, a termékek hatósági ellenőrzését, adott esetben érzékszervi bírálatokat is, fókuszba helyezve az élelmiszer minőséget. Tematikusan egy-egy termékcsoportot kiválasztva felmérjük, hogy annak melyek a termékcsoport forgalmazásának a legnagyobb volumenben résztvevő termékei, és ezeket a termékeket egy ilyen terméktesztszerű átvilágításon küldjük át, és végülis ez lett a Supermenta teszt, ami némileg hasonlít a máshol sajtóban, interneten található terméktesztekhez, annál azonban sokkal többet tud a fogyasztónak nyújtani, mivel a NÉBIH teljes tudástárát felvonultatjuk ebben, hatósági vizsgálatokat, laboratóriumi vizsgálatokat, és nem utolsó sorban a nem megfelelő termékeket azonnal kivonjuk a forgalomból. A tesztelésre kerülő fogyasztási cikkek listáját különböző szempontrendszerek szerint állítja össze a hatóság. Figyelembe véve többek között a szakmai szempontokat, a termékek szezonalitását, a népszerűségét, illetve a mindig változó vásárlói igényeket. Dr. Pleva György rámutatott, az ellenőrzések jellege az évek folyamán egyre szélesebb körben vizsgálja a górcső alatt lévő portékákat. Az első években mindenképpen arra törekedtünk, hogy a fogyasztói kosárba minden nap bekerülő termékek, tehát alapélelmiszerek tesztjei történjenek meg, így végigmentünk a különböző iparágakon, tehát a sütőipari termékek, kenyerek, lisztek tesztje, a különböző húskészítmények, sonkák, párizsi, debreceni tesztje, tejtermékek közül is a tejfölök, joghurtok, kefirek, vaj teszt valósult meg először, és ahogy haladtunk előre, így tudtunk egyre kisebb területekre is koncentrálni, így aztán már a vége felé szóba kerültek olyan tesztcsoportok is, amik nem kimondottan az élelmiszerekkel kapcsolatosak, de azt is szerettük volna megmutatni, hogy a NÉBIH nem csak élelmiszereket, hanem az élelmiszerlánc egészét kontrollálja. Mindemellett idén már macskaalmokat és kutyapanziókat is teszteltek a szakemberek. Amennyiben a Supermenta terméktesztent dobogós helyezést ért el egy termék, ugyannak gyártója, forgalmazója részére tájékoztató levelet küld a NÉBIH, majd ezt követően pedig automatikusan kiküldésre kerül a Supermenta embléma, amely a díjnyertes készítmény elismerését jelöli.
12 esztendővel ezelőtt hunyt el Makovec Imre, organikus építész, a Rákoskerti mennybe menetelt templom tervezője. Az évforduló alkalmából szeptember 27-én a Rákoskerti templom alapítvány megemlékezést tartotta a helyszínen, melynek keretében felavatták Mecseki Hargita szobrászművész, életnagyságú szenvedő Krisztus oltárát, valamint Béla Borcz Flóra és Benedek József légi katasztrófák áldozatainak emléket állító munkáit. Az esemény Szabó Marian textilművész, a néhai építész özvegye, Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője, professzor dr. Kásler Miklós, a Magyarság Kutató Intézet főigazgatója és tiszteletbeli elnöke, dr. Füzesi Péter alpolgármester, valamint M. Tóth Katalin, Hatvani Zoltán és Timmel Ede önkormányzati képviselők is megtisztelték jelenlétükkel. 2011. szeptember 27-én hunyt el Makovec Imre, Kossuth és Ybl Miklós díjas építész, a magyar organikus építészet megteremtője. Az évforduló alkalmából a Rákoskerti templom alapítvány idén immáron 10. alkalommal szervezett megemlékezést, melyre a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is a néhai alkotó által tervezett Rákoskerti mennybe menetelt templomban került sor. A megjelenteket elsőként Janik Némmegyeri Rita, az alapítvány elnöke köszöntötte. Ezt követően dr. Füzesi Zoltán, a Rákoscsabai Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztora mondott áhítatot, Pál apostol eféziusiakhoz írt leveléből olvasott fel egy részletet. Ezért tehát nem vagytok többi idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek, mert rájuk ültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban. Az esemény megtisztelte jelenlétével professzor dr. Kásler Miklós, a Magyarság Kutató Intézet főigazgatója és tiszteletbeli elnöke, aki kiemelte, hogy Makovec Imre az építészetének újszerű motívumaival elsősorban őseink hitvilágának gondolatiságát képezte le tárgyakra és a formákra. Hozzátette, az alkotó a stílusát tekintve egyéni és emberre szabott volt, az általa tervezett templomokból szinte felfele szállt a gondolat. Minden elismerést megkapott. A paksi templomtól, akár eddig a templomig, vagy a Krisztinavárosi templom tervéig, ami szerintem messze meghaladja az utolsó 100 évek építészeti teljesítményét a templomépítés terén, messze többet mond lelkileg és gondolatilag, mint a Sagrada Familia, és a Makoveci építészet egyéni, emberre szabott, úgy, ahogy az jó Isten megteremtette az embert a saját képmására, ennek a keretét, ennek a környezetét teremtette meg. A folytatásban Bokor Jutta operaénekes, a Rákoshegyi Bartók Zeneház kuratóriumi elnöke működött közre, akit a létesítmény 2022-ben felszentelt orgonáján Balogh Lázár, a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője kísért. Ezen alkalommal a Rákoskerti mennybe menetelt templom gyülekezetének új, kihelyezett lelkésze Antal Marianna is bemutatkozott. Majd a jelenlévők elénekelték a himnuszt. A megemlékezés keretében a templomtérben újonnan elhelyezett alkotásokat is felavatták, melyeket a Rákoskerti templom alapítvány pályázatának felhívására készítettek elismert 17. kerületi képzőművészek. Közöttük volt Mecseki Hargita is, aki egy életnagyságú szenvedő Krisztus oltárt formázott meg. Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője pedig a szobrászművész tevékenységét úgy jellemezte, hogy művészetének alapja az Isten keresése, melyet az ember és a világ megváltásának kérdései inspirálnak. Rögtön a főbejárat mellett Mecseki Hargita alkotása fogadja az idebetérőket. Ha szent helyre érkezünk, már a bejáratnál éreznünk kell azt. Csak lassan, megtisztulva, lépésről lépésre közeledhetünk az Úr asztala felé.
Mecseki Hargita alkotása olyan, mint a nyitány a nagy zenemű előtt. Bevezet, sejtet, hangulatot ad. Lelkünket felkészíti a nagy egész befogadására. Mecseki Hargita elmondta, hogy egy álomban észlelt látomás inspirálta az alkotásban, és úgy érezte a munkafolyamat során az égiektől kapott segítséget. Először elkészítettem a Jézusnak a figuráját, ami nagyon figuráját, azért mondom, az egész alakját és a fejét, és akkor állandóan azt kerestem, hogy én valami olyasmit készítsek, vagy olyasmi legyen, amikor kész vagyok vele, mint amilyen én látomásban láttam, meg amilyen rajzomon is láttam, mert ez a drámaiság, ez mind a kettőben ott volt. És akkor addig próbálkoztam, amíg ezt egészen egy nap alatt befejeztem. Tulajdonképpen reggel elkezdtem, egy bibliaolvasás után, és közben már besítetett, és attól féltem, hogy ha már sötét van, akkor lehet, hogy már elrontam, amit addig csináltam, és hirtelen fölkapcsoltam a villanyt, és azt hittem, hogy az már, amit én sötétben, vagy félhomályban, vagy alkonyatkor készítettem, az már nem lett tudatos, tehát az elronthattam, akár el is ronthattam volna. Fölkapcsoltam a villanyt, és én magam is teljesen ledöbbentem a látványtól, és biztos vagyok benne, hogy akkor segítették, valaki biztos, hogy fogta a kezem, és nem teljesen egyedül készítettem ezt az oltárt, tehát legalábbis a Krisztus részét biztos, hogy nem. Az érdeklődők Benedek József szobrászművész és Béla Borz Flóra Ferenci Noémi Díjas ötvös művész légikatasztrófák áldozatainak emléket állító műveiket is megtekinthették. Én ötvös művész vagyok, és a Hargitának megtetszettek a különböző, tehát római inspirációjú munkáimon ez az angyal figura. És hát arra gondolt, hogy itt a lepülő szerencsétlenség áldozatainak emlékein egy méltó lenne egy ilyen kompozíció. És akkor én tulajdonképpen a esőfelhők közepette szálló fáklyavívő angyalt, hát azzal a bukó repülővel így hát találtam ki. És aztán alkottam meg. A megemlékezés szeretett vendégséggel zárult. A résztvevők között volt Szabó Marian textilművész, Makovec Imre özvegye, illetve dr. Füzesi Péter alpolgármester, valamint M. Tóth Katalin, Hatvani Zoltán és Timme Lede önkormányzati képviselők is. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. Szeptember 23-án családi napot szervezett a 17. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Az esemény keretében a szervezők zenész színpadi programmal és főzőversennyel készültek az érdeklődők számára. A rendezvényre Horváth Tamás polgármester és dr. Füzesi Péter alpolgármester is ellátogatott. Családi napra várta az érdeklődőket a 17. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Csúszda Parkban szeptember 23-án. A színpadon Érdi Lajos és zenekara szórakoztatta a közönséget, miközben a főzőverseny résztvevői bokrácsban készítették ételeiket. A rendezvényre Horváth Tamás polgármester és dr. Füzesi Péter alpolgármester is ellátogatott. A városvezető elmondta, fontosnak tartják, hogy a helyben élő nemzetiségek ápolni tudják kultúrájukat. A Roma Nemzetiségünk már megmutatja magát egy kicsit, és egy közösség építő is egyben, hiszen a nemzetiségeket is össze kell fogni, hogy egy csapatban legyenek, és ez fontos, hogy megmutassák magukat itt a kerületben, hogy ők milyen módon élnek, milyen szokásaik vannak, és hogy tudnak együttműködni az önkormányzattal. Ebből a célból fontos ez a rendezvény számunkra is. A szervezők már nem először tartanak a mostanihoz hasonló közösségépítő eseményeket, ugyanis arra törekednek, hogy összehozzák az embereket, mondta el Szalai Sándor, a 17. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 4 éve vagyunk már itt, és minden évben legalább 2-szer csináltunk bizonyos különböző neveken. Ez családi nap, a másik egy roma nap volt, illetve az idén már csináltunk egy gyereknapot is, tehát maga a közösségért. Tehát milyen céllal? Az együttlétért. A szervezők bíznak abban, hogy a családi rendezvénynek a jövőben jelentős hagyománya lesz.
90. születésnapja alkalmából Gyurcsánszky Mihályt köszöntötte szeptember 26-án dr. Füzesi Péter alpolgármester, aki egy üvegbor és egy Orbán Viktor miniszterelnök, illetve Horváth Tamás polgármester által aláírt díszoklevelet adott át az ünnepeltnek. A szépkorú Rákoskeresztúron született, és 2005 óta aktív tagja a Liget Gondozási Központ idős klubjának, amely a helyszíne volt az ünnepségnek. Az eseményen Tamásné Kis Adrien, a Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat intézményvezetője is jelen volt. Gyurcsánszky Mihály részére 90. születésnapi alkalmából Rákosmenti önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önt, és további boldog éveket, jó egészséget kívánok, Horváth Tamás polgármester úr. 90. születésnapja alkalmából egy Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Horváth Tamás polgármester által aláírt emléklappal és egy üvegborral köszöntötte Gyurcsánszky Mihályt, dr. Füzesi Péter alpolgármester a Liget Gondozási Központban. A szépkorú 2005 óta aktív tagja az ottani idős klubnak, így az ünnepségen a család mellett több szépkorú is jelen volt, a közösség egyik tagja pedig egy verssel kedveskedett Mihály bácsinak. Légy boldog ma is, majd akkor is leszel. Mindannyian legyünk így együtt, ha lehet még sokáig, s éljen mindkét fület egészen a bokádig. Gyurcsánszky Mihály Rákoskeresztúron született két testvérével egyetemben, szülei földműveléssel foglalkoztak. Felnőttként víz- és gázvezeték szerelőként helyezkedett el az egykori fővárosi javító szerelővállalatnál, ahol egészen nyugdíjazásáig dolgozott. A családalapítást követően két gyermeke, két unokája és egy dédunokája született. Mihály bácsi közel 20 éve jár a Liget Gondozási Központba, ezen időszak alatt pedig sok barátot szerzett, akikkel rendszerint szokott kirándulni és kártyázni. A hosszú élet titkát a mai napig meglévő aktivitásában látja. Nyugalom és a mozgás. Én nekem legalábbis ez a kettő. De amíg az ember mozog, addig él, én azt mondom. Az ünnepség, melynek keretében egy tortával is kedveskedett az intézménye szépkorúnak, kötetlen beszélgetéssel zárult. A Rákosmente televízió krónikáját lettek. Riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a rakosmentetv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!